Üdvözlök mindenkit, folytatódik Trianon 100. évfordulójára időzített mini sorozatunk, ez most a második alkalom, amelynek keretében a Magyar Tudományos Akadémia lendület programjából a Trianon 100 kutatócsoport tagjait hívtuk el, be is mutatom a vendégeinket egyesével. Itt van velük a kutatócsoport vezetője, Ablonczi Balázs. Szervusz Balázs! Hello, üdvözlöm a nézőket! Itt van velünk Izmanics Réka, a kutatócsoport egyik tagja. Szervusz Réka! És itt van velünk Zahorán Csaba is, a kutatócsoport egy másik tagja. Szervusz Csaba! Sziasztok! Elsőként a Balázshoz fordulnék, és arra szeretnélek kérni, hogy röviden mondd el a nézőinek, hogy pontosan mi ez a kutatócsoport, mikor állt fel, hány tagja van, és pontosan mivel foglalkoztok? Ez 2016-ban jött létre, a lendület az egy a Magyar Tudományos Akadémiának egy ilyen támogatási formája volt, relatíve fiatal és relatíve tehetséges kutatók számára, tehát ez egy pályázati forma volt. 2016 óta megjelent 11 könyvünk, ebből 7 saját kiadásban, 4 valamiféle partnerségben, számtalan cikk, építettünk adatbázist, írtunk népszerűsítő cikkeket. A cél az alapvetően az volt, hogy a magyar történettudományban meglévő esetleges hiányokat a trianoni békeszerződéssel kapcsolatban felszámoljuk. Most két nagy irány mondanék, az egyik az az, hogy mondjuk diplomáciai történeti iratokból kiadtunk, vagy diplomáciai iratokból kiadtunk egy csomó mindent. Román, csehszlovák, olasz, amerikai dokumentumokat, a magyar békedelegáció naplóját, és mondjuk a másik nagy ág, az az volt, hogy egy kicsit beleágyazunk a társadalom meg az eszme történetbe ennek az egész történetét, tehát hogy nem mindig a politika történetéről beszéljünk. És hogy pontosan mikre is fokuszált a kutatócsoport a munkája során, erről lesz majd szó bővebben. Réka, arra szeretnélek kérni, hogy röviden mondd, hogy mi volt a te területed, hogy egy kicsit kapjanak egy képet erről a nézők. Szerintem egyedüliként a kutatócsoport tagjai közül nem konkrétan magukkal az eseményekkel, vagy a békeszerződést övező napi szintű politikai diplomáciai történettel foglalkozom, hanem ennek az emlékezetével, egészen pontosan az általam késő szocialistának nevezett 1970-es és 80-as években megjelenő emlékezettel. Ennek többféle oka van, de talán a legfontosabb kérdésem az volt, hogy vajon hogyan érhetjük meg a mai közbeszédben és történettudományban meglévő történeti diskurzusokat a késő szocialista előzményekből. Köszönöm szépen, erről is vissza fogunk majd még térni a műsor során. És akkor Csaba, kérlek, te is foglald össze, hogy mi volt a te területed. Rékához hasonlóan én is alapvetően inkább a Trianon emlékezetét kutatom, mind a magyar, mind a szomszédos országok emlékezetét, a magyar-román-szlovák historiográfiát, a magyar-szlovák és román történetírásban, hogyan jelenik meg Trianon, hogyan él Trianon ma is a történeti és politikai diskurzusokban, amellett meg a honlapunkat is szerkeztem, a www.trianon100.hu-val. Mielőtt rátérnénk a konkrét kutatásaitokra, mindenképpen szeretném, hogyha beszélnénk arról a közmény kutatásról, aminek az eredményét tegnap publikáltátok a saját oldalatokon, és ami meglehetősen nagy karriert futott be a magyar sajtóban. Ugye itt különböző attitűdöket vizsgáltatok, illetve tudásszinteket próbáltatok mérni Trianonnal kapcsolatban a magyar lakosságban. Röviden összefoglalnád nekem, Balázs, hogy pontosan mire irányult ez a kutatás, és mik voltak a legfontosabb megállapításai? Ugye mi szerettünk volna mindig egy ilyen, ez benne volt az eredeti terve is, hogy legyen egy ilyen nagy mintás kutatás, tehát a járvány miatt ezt ugye részben telefonosan lehetett csak megcsinálni, de ez csak egy előzetes eredmény, tehát a finomabb kibondás ennek majd később jön. Ugye az egyik nagy, vagy akit minden, amit mindenki felkapott hírként, hogy ugye a magyar lakosság, ugye az által megkérdezettek, akkor így mondom 94%-a igazságtalan és túlzó békeszerződésnek tartja a trianoni békeszerződést, és ezzel szembeállítva, hát ha nagyon megint föltetünk 3-4 kérdést azzal kapcsolatban, hogy milyen tényszerű tudásuk van erről az embereknek, ezek nem különösebben bonyolult dolgok, tehát általános iskola, illetve középiskolai harmadik osztályos anyag, hogy tudják erre a pontos válaszokat, és abban is viszonylag megengedőek voltunk, tehát egy elég széles margó volt, mondjuk, hogy hány századik területet csatoltak el, ilyesmi. És ebből kidőlt, hogy többé-kevésbé a válaszadók 7%-a tudott pontosan válaszolni a kérdésre. Én mégse azt emelném ki, ami ugye nagyon divatos lenne, hogy az emberek nem tudnak semmit, és ez milyen szörnyű, hanem inkább azt, hogy gyakorlatilag elérkeztünk abba az időszakba, mikor ez egy erősen érzelmi típusú kérdés, tehát nem biztos, hogy megélt tapasztalat van mögötte, illetve részben van, erre mindjárt visszatérek, de hogy az elvárás, az lehet, hogy egy kicsit ilyen off-clearista
értelmiségi elvárás, hogy az emberek tudják, hogy miről beszélnek, és arról beszélnek csak, amiről pontos tudásuk van. Úgy tűnik, hogy ez itt ebben a helyzetben nem áll meg. Számomra a kutatás másik fontos eredménye az volt, hogy egyrészt az nem meglepő, hogy az embereket érdekli a történelem, érdekli a 20. század történelme, érdekli a trianoni békeszerződés, és érdekes módon a két világháború közti Magyarország már kevésbé, történet egy kicsit kevésbé. Számomra az volt a fontos, hogy itt 28% mondta azt, hogy neki van a határon túlról eljött felmenője. Ugye itt az elmúlt 100 évben 1 millió ember jött el, nagyon óvatos becsléssel 1 millió ember jött el a határon túlra került magyar lakossági közösségekből, vagy magyar közösségekből. Ők a leszármazottaikkal együtt képezik ezt, hát ha általánosíthatunk, akkor vagy egyszerűsítsünk, akkor ez a 2,5 millió, 3 milliós tömeget a mai Magyarország lakosságában, akiknek vannak valamiféle emlékei, vagy vannak valamiféle kötődései ezekhez a közösségekhez. Tehát hogy azt emelném ki, hogy ez a fajta érzékenység létezik a magyar lakosságban. És az még fontos, hogy itt tulajdonképpen ez a 94%, ez majdnem politika független. Tehát, hogy igazából nincsenek ideológiai preferenciák, gyakorlatilag a baloldali, tehát direkt rákérdeztünk szociáldemokrata, liberális vagy konzervatív mezőbe, a jobboldali mezőbe elosztva a válaszadókat, nincsen szignifikáns különbség a között, hogy ki mit mond. Két ellentmondásra szeretnék rákérdezni, vagy ami nekem ellentmondásnak tűnt, és egyébként akár Csaba, akár Réka, hogyha van hozzáfűzni valótok, akkor kérlek, hogy tegyétek meg. Az egyik az, hogy miközben nagyon sokan tartják ezt egy igazságtalan döntésnek, aközben láthatóan szintén nagyon sokan gondolják azt, hogy egyébként a határon túlmaradt kisebbségi létbe kényszerült magyaroknak előnyire járhatott az, hogy egy kettős kultúrához kötődnek, részben a utódállamhoz, részben pedig Magyarországhoz. Mennyiben ellentmondás ez, ha egyáltalán annak lehet nevezni? Én azt gondolnám, hogy erre Csaba csodálatosan tud válaszolni, tehát hiába néz rám ilyen várakozóan. Akkor Csaba, gyere. Igen, biztos elég sokan érzik azt Romániában és Szlovákiában, vagy akár Horvátországban, bárhol, Ausztriában például, hogy ők adott esetben profitáltak a Trianonból, vagy profitáltak valamilyen módon. Tehát azzal, hogy felnőnek egy másik kultúrán, másik közegben, nyelvi közegben, kulturális közegben, ez most egyébként Igor Matovics beszélében is megjelent, amit Trianon évforduló kapcsán intézett a szlovákiai magyarokon, vagy általában a szlovákiai lakosságához, hogy ezt úgy is fel lehet fogni, hogy a Szlovákiába, Csehszlovákiához került magyarok és az ő leszármazottaik kaptak még egy kultúrát, a szlovák nyelvet, és a szlovákon keresztül a csehet is. Úgyhogy három ország munkaerőpiaca írt meg számukra, három ország kultúra művészete. Tehát így is fel lehet ezt fogni, és ez bizonyos mértékben így is van. Ugyanakkor kérdés, hogy ki mennyire tud élni ezzel a lehetőséggel. Ez olyan a lehetőség, amivel lehet élni, de olyan a lehetőség, amivel nem biztos, hogy tud mindenki élni. Másrészt meg azért alapvetően a kisebbségi léthelyzetbe kerülő emberek gyakran azzal szembesülnek, hogy a többségi kultúra az rájuk van oktrojálva, rájuk van úgy kényszerítve, és ki is alakul bennük gyakran egy ilyen gátlás, vagy egy ilyen védekező mechanizmus, dacból mondjuk elutasítják a többség az államnyelvnek a megtanulását. Nem egy esetben, sok esetben pedig nem is van olyan lehetőség megtanulni, pláne hogyha egy nagyobb tömbben élnek, mondjuk a Székelyföldön, Romániában, vagy Dél-Szlovákia csalóközi részein, ahol nagyon kevés a többségi. Úgyhogy azért nem teljesen automatikusan kapják ezt a lehetőséget. De akkor bocsánat, lehet azt mondani, hogy ez a fajta igazságtalanság élmény, amit megneveztek a válaszadók, az nem feltétlenül a határon túli magyarokkal való szolidaritást táplálja, hanem sokkal inkább egy magukra vonatkoztatott sérelem, nevezetesen, hogy itt ilyen territoriális hátrányba került Magyarország. Tehát, hogy van-e itt bármifajta szolidaritási elem, ami összekötné a magyarországi magyarokat a határon túli magyarokkal, amikor sérelmezik Trianont? Ha befejezem akkor még ezt a gondolatot, szerintem azért itt alapvetően arra gondolnak, hogy mennyi sérelem és mennyi diszkrimináció érte a kisebbségi helyzet miatt a határon túlra került magyarokat. Bár az első két nemzedék, az első nemzedék, aki nem nőhetett még bele a többségi kultúrák, vagy nem tapasztalhatta azokat meg, és nem élhetett azokkal a lehetőségek, amik később mondjuk adódtak, ők azzal szembesültek, hogy hirtelen egy másik rivális nemzetállamépítésbe kerültek bele, egy ellenséges nemzetállamépítésbe. Tehát hirtelen többségiből kisebbségbe kerültek, és hirtelen azt látta el az államhatalom egy pár éven belül, hogy akár azonnal, hogy beszéljék a többségi nyelvet, és integrálódjanak azonnal, legyenek lojálisak egy idegen, néhány hónappal vagy évvel korábban még ellenséges államokkal felé. Tehát ez egy diszkrimináció, és valószínűleg ebből jöhetnek ezek a típusú érzelmek.
Én még a szolidaritásról azért annyit mondanék, hogy ez a, ugye rákérdeztünk erre is, és azért abszolút jelen van az, hogy ők a magyar nemzet részei, tehát most ugye a hangsúlyozott a magyarországiakat kérdeztünk, jelen van az abszolút, tehát ilyen 70-80%-os arányban, hogy ők a magyar nemzet részei, és a magyar kormánynak foglalkoznia kell velük. És ugye, ha emlékszünk arra, hogy a 2004-es kettős állampolgárságról szóló népszavazás milyen megosztó volt a belpolitikai térben, ehhez képest ma már 70% azt mondja, hogy a kettős állampolgárság az rendben van, többé-kevésbé. Tehát, hogy már azért azt lehet mondani, hogy a szavazók vagy a válaszadóknak több mint a kétharmada azt mondja, hogy ez így. Hogy ez így rendben van. A szavazati jog az, ami megosztó például, tehát a 58% azt mondta, hogy azt nem pártolja, hogy a határon túliak szavazati jogot kapjanak. Tehát nyilván itt azért van egyfajta kép arról, és még hozzátenném, hogy nagyon sokakban él egyfajta archaikus kép ezekről a határon túli magyar közösségekről. Tehát olyan válaszokat adnak, hogy sokkal vallásosabbak, tehát hogy hívőbbek, szebben beszélnek magyarul, és a többi, és a többi. Ami nem feltétlen igaz. Tehát én most nem félreértésnek, nem akarom senkinek az órát beleverni abba, hogy mit gondol, de mondjuk egy azt nehezen Erdély egyes részeivel kapcsolatban ez lehet, hogy igaz, de mondjuk ez a vallásosság dolog, például a felvidéki magyarok egy jelentős részével a magyarországiak összevetésben egyáltalán nem tűnik számomra nagyon hangsúlyosnak. Ugye egyébként ezt a fajta ellentmondást szerettem volna megkérdezni azzal kapcsolatban, hogy miközben nagyon sokan erőteljesen romantikus képzeteket táplálnak ezekről a határon túli magyar közösségekről, közben azért a döntő többségről azt lehet látni itt a felmérésetek alapján, hogy az életében nem jár például ezeken a területeken. Tehát mondjuk Kárpátaljában 80%-a azt mondta válaszadóknak, hogy soha nem tette be a lábát, Vajdaságban 65% mondta ezt, és Erdélyben is 49% azt mondta, hogy nem tette be a lábát, és mindössze 38% mondta azt, hogy többször is járt Erdély valamelyik részén. Tehát, hogy mintha itt nem valódi tapasztalatok alakítanák a határon túli magyarokról való gondolkodást a magyarországi magyarokban, hanem sokkal inkább egyéb benyomások, amiket nem tudom, hogy hova lehet majd bekötni, de hogy ez érdekel, hogy erről mit gondoltok? Hát ez biztos így van. Tehát, hogy nyilván ugyanakkor az is látszik, hogy a többség, a majdnem több mint 60% ugye Szlovákiában járt, vagy Szlovákia magyar lakta területen járt, nyilván mert mondjuk a földrajzilag az ottani magyar közösségek vannak Magyarországhoz kvázi a legközelebb, vagy mondjuk egy a közép-magyarországi régióhoz, míg mondjuk Székelyföldre eljutni azért az egy elég hosszú út, tehát az nem megy egy-két órás úton megtető, akár az ország központjából, vagy nagyvárosaiból. De arra azért felhívnám a figyelmet, hogy aki a többség, aki egyszer járt ott, mert a többség, aki egyszer járt ott, az rendszeresen visszamegy, vagy többször járt már. Tehát azok mondjuk a 60 vagy az 50%-on belül, akik Erdélyben vagy a felvidéken jártak, azok közül egy kisebbség az, egy lényeges kisebbség, aki csak egyszer járt. A többség az úgy tűnik, hogy rendszeresen jár. Na most az egy másik kérdés, és ez egy szociológiai probléma, és igazából nem biztos, hogy erre vagyok, avatott vagyok, ahogy erről beszéljek. Attól, hogy valaki elmegy helyben, és ott van, hogy az a valóság, amit megtapasztal, és esetleg tükröződik ebbe a közvéleménykutatásban, az a valódi valóság-e, és nem egy olyan kép, amit ő szeretne ezekről a közösségekről látni. Tehát, hogy eleve, ugye ez az idegenforgalom elméletének is egy általános problémája, hogy az ember már bizonyos előfeltevésekkel megy oda, és azt látja, amit látni szeretne. Tehát, ha most nyilván nem erőltetett a párhuzam, de ha elmegyünk Pízába, akkor nyilvánvalóan csinálunk valamiféle vicces fotót a pízai Ferde toronyról. Mert már tudjuk, hogy ott van, és ehhez képest próbálunk meg viszonyulni az egészhez. Tehát egy kicsit, aki elmegy Erdélybe, nem biztos, hogy feltétlenül mélyebb tudása van. Persze sokkal jobb, ha nem menne el, de ettől én nem látom azt vagy legalábbis benne nincs az a rettenetes különbségtétel azok között, akik voltak, és azok között, akik nem voltak. Réka, szeretnélek most bekapcsolni a beszélgetésbe. Ugye a te kutatásod arról szólt alapvetően, hogy szemben a közélekedéssel egyáltalán nem volt, vagy mennyivel nem volt tabusítva, egyáltalán lehet-e beszélni a tabu fogalmáról Trianon kapcsán a késő szocializmusban. Kérlek, hogy foglald össze pontosan azt, hogy mi volt a kiinduló pontod, miért választottad ezt a témát, és mi voltak a legfontosabb megállapításaid a kutatásodban? Először egy picit messzebbről indítanék, hogy ugye történészként miért is fontos ezzel foglalkozni, hogy mi zajlik a közbeszédben, vagy milyen benyomások van a közbeszédben ezzel kapcsolatban, és hogy mi az, ami már a szüket tudományos közegben megjelent. Ugyanis ez az elképzelés, hogy a trianoni békeszerződés mint olyan tabu lett volna, ez leginkább azon alapszik,
hogy a Kádár korszakban nyilvánvalóan a mai értelemben nem létezett szabad közbeszédnek, Trianon nem volt egy rendszeresen, szisztematikusan tárgyalt fejezete. Ugyanakkor történet szakmunkák foglalkoztak a kérdéssel, meg politikatörténeti, diplomáciatörténeti kérdéssel, illetve elsősorban szakmai közegeknek kommunikálva, de már a népszerű történetírásban is, tehát szélesebb közeg számára szemben is megjelentek olyan munkák 70-80-as évek folyamán, amelyek Trianon kérdését a kortárs kisebbségi kérdéssel elsősorban is ugye a romániai magyarság, azaz a magyar kisebbség kérdésével összekapcsolták. Az én benyomásom az, hogy ennek az életés is, amely mégiscsak úgy tűnik azt tartja, hogy tabu lett volna a Trianon. Szóval ennek a közvélekedésnek az egyik nyertese egy olyan emlékezetpolitika, amelyik nyilvánvalóan nem reflektálva a szűk historiográfiai hagyományokra, hanem ezt a fajta közvélekedést meglovagolva így azt tudja kommunikálni, hogy egyfajta tabunak az átvérésre zajlik jelen. És én arra voltam kíváncsi, hogy vajon mennyiben értékelhetjük ezt ténylegesen tabu áttörésként. Magáról a tabu fogalomról is egyébként írsz hosszabban, idézve másokat is, hivatkozol itt például Romsics Ignácra is. Megneveznéd esetleg azokat, akik voltak, akik szintén úttörő szerepet játszottak abban, hogy a Trianon tabusításával kapcsolatos közvélekedést megkérdőjelezzék a történettudomány eszközeivel? Szerintem itt még Gyáni Gábor, Tegri Gábor mindenképpen meg kell említeni. De a problémát elsősorban abban látom, hogy ezek a diskurzusok, ezek nagy része bezárva a történettudomány közegébe folynak. Tehát ma már, amikor a népszerű történetírásnak a piaca rendkívül divers, és nem csak a szűken értelmezett tudományossághoz közel álló emberek művelik a népszerűsítést, a laikus olvasó számára iszonyúan nehéz navigálni ezek között, az irodalmak között. És azt gondolom, hogy jelenleg valahol ott lenne a felelősség, valamint csak a kérdések a tekintetében, hogy egyáltalán létezzen egy tudatosabb orientáció, amit valahogyan mégiscsak a történész szakma tud megadni a közösségnek, a közönségnek, hogy el tudja választani mondjuk úgy a történeti szubkultúrákat a minőségi történeti népszerűsítéstől. És ebben természetesen vannak könyvkiadók is, akik nagyon fontos munkát végeznek, tehát nem szeretném ezt egy ilyen esetedőzmények nélkül gerilla harcként ábrázolni. Minden esetre ez az orientáló szerep szerintem rendkívül kritikus. Biztos, hogy számtalan nézőnk lesz, aki be fogja kommentelni majd azt, hogy hát de én 89 előtt, amikor középiskolába jártam, egyáltalán nem is tanították nekünk a trianoni békediktátumot, nem is lehetett hallani arról, hogy mi van az utódállamokban az elszakított magyar közösségekkel. Hogyan oldanád fel nekik esetleg ezt az ellentmondást, akik azt mondják, hogy ők egyébként személyesen azt tapasztalták meg, hogy igenis tabusítva volt ez a kérdés, nem volt megemlékezés, nem volt semmifajta állami program, ami megpróbált volna kapcsolatot teremteni a magyarországi és a határon túli magyar közösségek között. Tehát hogyan lehet ezt az esetleges ellentmondást feloldani a nézőknek, hogyha fölmerül bennük ez a kérdés? Hát először is amikor nyilvánvalóan, mint politikatörténeti esemény, az, hogy hogyan lett vége az osztrák-magyar monarchiának, és ezen belül a trianoni békeszerződésnek milyen rendelkezései vonatkoztak Magyarországra, az elcsatolt területek méretével, körülbelüli lakosság méretekkel együtt, ez természetesen fel volt tüntetve. Most különösen a 70-es, 80-as években az nagyon nagy mértékben múlhatott mondjuk az adott középiskolai tanáron, hogy ő mondjuk milyen mértékben foglalkozott a kérdéssel az órán, tehát hogy ez csak egy év-hónap-napra megtanulandó esemény volt, amit utána egy dolgozatban vissza kellett adni, vagy pedig esetleg több időt töltöttek el vele, és azt ugyanennyire nehéz rekonstruálni, hogy az adott tanár vajon miért döntött úgy, hogy esetleg vagy többet beszél erről. Ezek ilyen meglehetősen nehezen felfejthető egyéni történetek. Az teljesen egyértelmű, hogy utólag értékelve a kádári nemzetpolitika, kisebbségi politika, határon túli magyarok kérdésében sok tekintetben kudarcos volt.
És nem volt az értésem, hogy ennek a visszatekintve kudarcosan értékelt politikának most a visszavetítésével dolgozunk, tehát ahelyett, hogy azt feltételeznénk, hogy esetleg voltak bizonyos kezdeményezések, voltak bizonyos jó szándékok, amik esetleg nem futottak ki megfelelően, ehelyett egyszerűen csak egy kezdettől fogva rossz, vagy akár nem is létező állami szándékot feltételezünk, hogy itt semmiféle összekötéssel, tehát kortárs kisebbségi kérdésnek nem volt az aktuális magyarságtudat, az aktuális nemzettudat kérdéseivel. Csaba, a te kutatásodban ugye alapvetően egy olyan aspektust hozol be, amiről nem nagyon találkoztam eddig még korábban, de ez simán csak az én olvasatlanságom vagy műveletlenségemnek lehet a számlájára írni. Nevezetesen, hogy hogyan jelenik meg Trianon a szomszédországok történetírásában, és itt szlovák és román történetírási hagyományokat elemzel, és itt idézel egy szlovák történészt, Román Holecet, remélem jól mondom a nevét, idézem, Trianonról nagyon nehéz vitatkozni, mivel Trianon a szlovák történetírás számára, és ezt gyakran ismételgetem, nem téma, sem nem több, sem nem kevesebb, mint annak az állapotnak a legitimálása, amely már néhány éve fennállt. Hogyan lehetne összefoglalni azokat a hasonlóságokat, amelyek mindkét állam történetírási hagyományában megjelenik Trianonnal kapcsolatban, és mi az, ami alapvetően szembe helyezkedik azzal a történetírási hagyománnyal, ami alapján Magyarországon egyébként Trianonról beszélgetünk? Hát egyrészt, hogy Romániában és Szlovákiában alapvetően nem Trianonra emlékeznek, hanem a Trianon megelőző azokra a nemzeti aktusokra, amelyek elszakadtak a történelmi Magyarországtól, kiszakadtak az országból függetlenné, vagy önállóvá váltak, vagy csatlakoztak a nemzettársaikhoz, és létrejött a nemzeti egység. Tehát a trianoni békeszerződés maga az a román és a szlovák történetudatban csak szentesítette ezeket a történéseket, csak nemzetközileg megerősítette azt, hogy lezárult a történelmi Magyarországban való lét, hogy a történelmi Magyarországnak vége lett. És nagyon fontos tudni a későbbi értékeléshez azt is, hogy azért 18-20 közötti időszak a szlovákok és a románok számára is egy dicső korszaknak a bevezetése, egy ilyen nyitánya volt. Tehát az akkor kezdődött az első csehszlovák köztársaság időszaka, a csehek és a szlovákok számára is egyfajta olyan aranykorszak, mint ami Magyarország, magyarok számára a magyar történet és köztudatban a dualizmus időszaka volt. Románia és a románok számára ugyanez volt. Nagy-Románia, a két háború közötti Románia volt az egységes román nemzetnek a legnagyobb kiterjedésű állama, akkor valósulhatott meg úgymond először a román nemzeti egység, és mindez, hogy egy ilyen aranykornak a nyitánya volt a történelmi Magyarország szétesése és ennek szentesítése a trianoni békeszerződés, ez utólag is így raktározta el két nemzettudatban a trianoni békeszerződéshez való viszonyulást. Tehát számukra, ami Magyarország számára, vagy magyar állam számára egy szétesés volt, és egy nagyon nagy visszaesés, a számukra egy teljesen más pozitív folyamat is. Utólag, természetesen már a két világháború között is, de később is, azért alapvetően a szlovák és a román történészek is arra törekedtek, hogy ezt a fejleményt ezt valamilyen módon igazolják. Tehát valamilyen módon igazolni kellett saját nemzetük számára és a külvilág számára is, hogy ami történt 18-20 között, és amit a trianoni békeszerződés szentesített nemzetközileg, az egy jogos és egy igazságos történeti folyamatnak volt a vége, és egy új folyamatnak volt a kezdete. És ezért olyan merev is általában a román és a szlovák történeti diskurzus a magyarral szembeállítva. Nem azt mondom, hogy ez egy monolit dolog, tehát természetesen itt is nagyon sokféle megközelítéssel lehet találkozni, nagyon sok kollégával lehet nagyon jókat vitatkozni, és nagyon sok dologban meg egyet is értünk különféle szakmai kérdésekben, de alapvetően a román és a szlovák fősodor itt eléggé eltér a magyar fősodortól. Ami szintén nagyon fontos, hogy itt véget is ér tulajdonképpen ez a vita, mert itt nem fog találkozni valószínűleg a két fősodor. Erről mindjárt beszélünk majd, mert ez egy érdekes kérdés, hogy miért nem tudnak találkozni ezek a fősodrok. Még egy dologra akartam volna rákérdezni, mert idézel egy Propunere nevű történészt, aki megállapítja azt, hogy a román igazság győzelmét kellene hirdetniük azoknak az időnként a bukaresti törvényhozás elé kerülő, politikailag motivált kezdeményezéseknek is, amelyek emléknapként kodifikálnák a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulóját. Ez ugye meg fog történni, tehát holnap egy olyan ünnepnap lesz, amire Magyarországon és Romániában teljesen eltérő módon tekintenek, mást ünnepelnek rajta, ami az egyiknek veszteség, a másiknak győzelem. Szerinted mennyiben fogja ezt kiélezni
ezeket a viszonyokat román-magyar relációban, és főként hogyan fog hatni azokra a történészi törekvésekre, amelyek megpróbálnának valamilyen módon mégiscsak egy interetnikus narratívát szőni Trianon köré. Hát nagyon sok ilyen törekvés van, már említett Arék által, említett Egri Gábor is például ilyen projektnek a vezetője, de azért alapvetően nem ezek a projektek határozzák meg a történeti gondolkodást ebben a régióban. Tehát alapvetően itt még mindig egy nemzeti történetírás sokról kell beszélnünk, és itt azért másképpen a helyzet. Ez az említett törvényjavaslat, ez már még nem lett kihirdetve, tehát a legfrissebb hírek szerint még nem lesz megtartva a trianoni emléknap holnap Romániában, mert még nem írta alá az államfő, és nem jelent meg az ottani hivatalos közlönyben, de valószínűleg alá fogja valamikor írni, és jövőre valószínűleg már meg is lesz tartva. De ez nem egy ünnepnapot sem, hanem egy olyan emléknap, ami lehetőséget ad arra, hogy helyi szinten, vagy már országos szinten is megemlékezzenek a trianoni békeszerződésről. Ez egy nagyon, véleményem szerint egy nagyon szerencsétlen emlékezetpolitikai és pártpolitikai gesztus Románia rész, a román elit részéről, tehát itt nem a román emberek, az összes román politikus, az összes román értelmiségről van szó, hanem kifejezetten pártpolitikai tevékenységről, arról, hogy a román választásokban, választások előtt a választási kampányban ilyen nagyobb hazafény. És most itt bevetették a magyar kártyát, mint ahogy korábban az autonómia ellen ugyanilyen szellemben szólaltak, és egymásra licitálva beszélnek ilyen módon a magyar kérdésről, akár történelmről, akár aktuál politikai fejleményekről. De nyilvánvalóan egy ilyen típusú törvényjavaslat egyáltalán nem segít hozzá akár a történelmi közös feldolgozásához, akár a interetnikus együttéléshez sem. Egy záró kérdésnek érve még ide, hogy egyébként mekkora a támogatottsága a közvéleményben ennek az emléknapnak, tehát mennyire lehet ez detektálni a közvéleményben, a sajtó milyen hangsúlyal ír róla, ha tudósít erről? Elég sokat írnak róla, de alapjában véve a román köztudatban nem volt jelen Trianon. Tehát, mint ahogy mondtam már, ők a december 1-i, 1918. december 1-i évfordulóra koncentráltak mindig is, az volt az a román nemzeti ünnep, és Trianonról mindig csak úgy megemlékeztek, hogy ez a magyarok baja. A magyarok valamit még keseregnek, valamiért még morognak, de ez van. Ez a mostani emléknap, ez most így került be a román köztudatba, hogy most a román parlament egy törvényt fogadott erről. Egyébként nem egy teljesen új ötlet volt, már 2015-ben is felmerült ez a törvényjavaslat, akkor a pártpolitikai manőverezések ezt levették a napirendre, és most került újra napirendre, és most fogadták el ebben az aktuális helyzetben. Tehát nem hiszem azt, hogy románok tömegei vonulnának az utcákra, és éljeneznék Trianont és a magyarok baján keseregnének. Persze vannak ilyen szélsőséges figurák, az egyik ilyen román nemzetépítő most bejelentett, hogy ő Sepsiszentgyörgyön szeretné megünnepelni június 4-ét, tehát ezek ilyen provokációk nyilván lehetnek. És ilyenekre nyilván Magyarországon is van példa bőséggel. Balázs, hozzád fordulok, mégpedig a Csaba tanulmányának az egyik záró gondolatával, ugyanis a Csaba ír arról, hogy milyen együttműködések voltak, amelyek korábbi nemzetközi mintákat követve próbáltak volna interetnikus narratívát alkotni a történettudomány eszközeivel, és itt ír arról egy félmondat erég, és kérlek, hogy erről beszélj egy picit hosszabban, mert szinte nagyon érdekes, miszerint volt egy próbálkozás szlovák-magyar relációban, hogy elkészüljön egy ilyen közös történet. 2013-ra elkészült a munka, de nem jelent meg végül. A szlovák felett végül aztán publikálták, és itt arról ír a Csaba, hogy közted és Marián Hronszky, nem biztos, hogy jól mondom, elnézést érte, közös fejezetének narratívái alig találkoznak, és gyakorlatilag párhuzamosan futnak egymás mellett. Miért alakult ki ez a párhuzamoság, és pontosan hogyan nézett ki ez a munka kettőtök között? Mikor vált egyértelmű az, hogy nem lehet összeszőni a szlovák és a magyar történetírási hagyományokat és szempontokat egy közös narratívába? Egyrészt azt látom, hogy Csaba cinikusan mosolyog, tehát nagyjából tudja, hogy mit fogok mondani. Másrészt pedig, hát ez az én történészi pályának az egyik legtraumatizálóbb eseménye volt, nagyon őszintén, most nem sajnáltatni akarom magam, de ugye Marián Hronszky is egy nyugosztály néhány évezet meghalt, a szlovák diplomácia történet egyik nagy alakja volt, tehát és ő pontosan magyar, és lefordították könyvét Trianonról. Már egy elég idős ember volt, mikor találkoztunk benne, nyilván az oktondiskodó fiatalembert látta. Én azt gondolom, hogy nem abóvó a magyar és a szlovák történeti narratíva volt összeegyeztethetetlen. Én azt gondolom, hogy abban a kéziratban, amit megírtam, egyébként a mai napig elolvasható a Nógrád megyei levéltárnak a honlapján, meglehetősen
hogy mondjam, konciliáns hangot ütöttem meg nagyon sok mindennel kapcsolatban. És én Hanskival összesen egyetlen egyszer találkoztam, az gyakorlatilag, és utána egy két napig nem szóltam senkihez. Tehát Hronsky egy hatalmi helyzetből próbált megoldani egy szerintem tudományos konfliktust, és az ő maga kézirata, amit össze kellett volna fésülnünk, egy oly mértékben túlretorizált és jelzőhalmozó kézirat volt, amiből nem is volt hajlandó engedni. Tehát, hogy most egy példát mondjak, emlékszem, ez volt az egyik legkomolyabb problémánk, ráadásul ugye Tomáccsal beszélgettünk, hogy ő a korrupt magyar feudális rendszerről írt így. Ami azt gondolom, hogy egy történelemkönyvben ennek így nincs helye most, független attól, hogy most és a 18 előtti Magyarországról beszélünk. És azt gondolom, hogy egy ilyenfajta jelzőhalmozásnak különösebb, nem azért, mert hogy ő ezt nem tartja igaznak, vagy ez ne lehetne akár igaz is, ennek nincs helye egy történelemkönyvben. És amikor megpróbáltam fölvetni neki, és mondom csak egy példa, hogy ezt egy ilyen jelzőket talán spóroljuk meg, és ezt bízunk az olvasóra, akkor azt mondta, először letagadta, tehát azt mondta, hogy ilyen nincs is a szövegben. Annyira azért olvastam szlovákul, hogy pont, és ugye a korrupt, mint ősi szlovák szó azért felelhető volt a szövegben, tehát amikor megmutattam neki, hogy valóban, akkor hátradőlt, és azt mondta, de hát tényleg korrupt feudális rendszer volt Magyarországon. Most láthatóan így nagyon nehéz dialogizálni bárkivel. Tehát másfél órát ültünk egymással szemben, és látható volt, hogy ebből így soha nem lesz semmi. Miközben pontosan ismerem azokat a szlovák történészeket, akikkel ez az együttműködés semmiféle problémát nem okozott volna, és mindez azért történt, mert a szlovák felett akkor, tehát akik ebből szlovák részről részt vettek, az akkori miniszterelnök helyettes személyesen válogattak ki. Most nem akarom a politikát így fölfesteni, hogy úristen, milyen szörnyű dolog az, amikor a politika ebbe vagy abba beleszól, de ott konkrétan az volt, hogy a szlovák kormány miniszterelnök helyettesen jelölte ki azt, hogy ki legyen ebbe a történészi partner. Tehát nem lehetett nagyon válogatni, őszintén szó, hogy ki legyen, míg magyar oldalról viszonylag szabad kezünk volt, tehát ezt az akkori Akadémiai Kisebbségkutató Intézet koordinálta a Szarka László vezetésével, tehát hogy itt nem, ott nem politikai alapon történt a kiválasztás. Tehát innentől fogva ez egy süketek párbeszéde volt, és én engem nagyon, meg őszintén mondom, hogy nagyon megviselt, tehát akkor szembesültem azzal, hogy milyen az, amikor még nem is az, nem az, hogy milyen a magyar-szlovák ellentét, mert ez így nem, hanem hogy milyen az, amikor hatalmi helyzetből beszélnek az emberrel, és milyen az, amikor valaki azért ragaszkodik egy állásponthoz, ami szerintem nem alátámasztható, csak azért, mert vitázni sem hajlandó róla. Igen, pont erre akartam elkérdezni, hogy akkor ez igazából annyiban egyébként biztató, bár nagyon empatizálok a traumatizáltságoddal, de hogy akkor itt igazából ez nem egy feltétlenül etnikai színezeti konfliktus volt, hanem kifejezetten egy ilyen hatalmi helyzet, amelyet nem lehetne nyomni téged. Nem, hát ugye az volt, hogy igazából az volt a helyzet, hogy mondjuk egy olyan narratívát tolt, azért, vagy ilyen elbeszélésmódot mondott szegény Hronszky professzor, ami hát azért megegyezett mondjuk a szlovák nemzetépítő történetírásnak a mainstreamjével, tehát hogy azért az nem egy egyedi elszigetelt eset volt, de egy hatalmi pozícióból született kétségtelenül az ő reakció. Tehát nem, ez nem egy eleve elrendelt történet, csak egy, ugye ez volt a magyar-szlovák közös történetkönyvnek a legszenzibilisebb része, tehát 1918-20-ról kellett volna közösen megalkotnunk valami többi kolléga, abszolút jól egy csomó mindenki, abszolút jól együtt tudott dolgozni a szlovák partnerével. Tehát a korábbi korszakokra vonatkoztatva kitűnő együttműködések, meg szövegek születtek, a miénkről ezt nem lehet elmondani, úgy tűnik. És erre akartam igazából rákérdezni, hogy a kutatócsoport egészét tekintve van-e olyan tapasztalat vagy eredmény, ami kifejezetten interetnikus együttműködésben jött volna létre, be tudtok-e ilyesmiről számolni, ha pedig nem, akkor van-e szándék arra, hogy esetlegesen a szomszédos országok történettudományi diskurzusaival is együttműködésben fejlődjenek esetlegesen kötetek vagy tanulmányok a kutatócsoport berkein belül? De ezt kérdezem igazából Rékától és Csabától is, tehát bárki válaszolhat rá. Hát nem tudom, én mondott néhány gondolatot, és én nagyon bízom benne, hogy Csaba is hozzáteszi. Tehát, hogy egyrészt ugye volt egy közös workshopunk Budapesten szlovák, szerb, román történészekkel 2 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem. Ennek egy része meg is jelent a történelmi szemlében. Jelenleg is fut olyan angol publikációs projektünk, amiben román, cseh történészek vesznek részt. Elmentünk, amikor ugye a román sajtó egy részében támadás érte a kutatócsoport, vagy a kutatási projektet, mi elmentünk Bukarestbe,
többen, és a részben a Román Akadémián, részben a New Europe College-ban bemutattuk a kutatás főirányait, ami nem hiszem, hogy a sajtótámadásokat nem oldotta, bár oldotta egy kicsit, de hogy igazából elmondtuk, hogy ez nem egy, hogy ez miről szól, tehát hogy ez egy tudományos projekt. Tehát, hogy ilyenek vannak, olyan eredmény, ami, tehát hogy ilyen hú, amitől most a nézők hátradőlnek, vagy hátradobják magukat, közös együttműködésben nem született, de hát bizonyos értelemben a magyar ága a kutatásnak is, ugye azért a magyar közönséghez igyekszünk főleg szólni, a magyar ága a kutatásnak is olyan, hogy azok az eredmények, tehát lehet, hogy a kívülálló számára nem hangzanak olyan rettetesen nagy újdonságnak, tehát hogy lelőjem, amennyiben ebben van poén, de hát nem sok poén van, olyan papírt, amire az van ráírva, hogy sajnálom az egészet, nem így gondoltam, aláírás Georges Clemenceau, ilyet nem találtunk. Tehát, de az, hogy mondjuk a menekültek kérdését, hogy az a magyar állam katonapolitikájának a kérdését, a magyar állam gazdasági reorganizációjának a kérdését, a szén kérdését hangsúlyosan föl tudtuk vetni, úgy gondolom most már egyébként a közéleti vagy az újságírós diskurzusokban is, azt én egy komoly érdemének tartom, de ezek hogy mondjam, belső erőkből táplálkoznak, de hogy mondjak valami biztatót is, én azt gondolom, mert vannak olyan szlovák együttműködések Szegi Gajervera révén, hogy pontosan az ilyen helytörténeti mélyfúrások, tehát egy adott város, régió vizsgálata az, ami szerintem bizonyos értelemben segíthet az, hogy ezeket a, hogy mondjam, teljesen terméketlen egymásnak csattanásokat, hogy most azon vitatkozzunk, hogy feudális korrupt volt a magyar rendszer, vagy a dualista rendszer, vagy sem, hogy ezeket meg tudjuk kerülni, mert ott helyi kérdésekről van szó, amik, hogyha közelről megnézzük őket, nagyon sokszor fölülírják a nemzeti választóvonalakat. Mindazokkal az együttműködésekkel együtt, amiket most Balázs említett, a szomszédos országok történészeivel azért fontos lehetni szerintem, hogy a Trianon 100 az alapvetően egy magyar közönség felé kommunikáló projekt. Ez sok szempontból ugye megkönnyíti a lehatárolását a kutatócsoport mozgásának, viszont ugyanúgy magában rejti a saját, hogy is mondjam, határait is, hogy meddig érhet el. Emellé azt is oda tenném, hogy túlnyomó részt már többször beszéltünk róla, vagy többször említettük, ez nem volt kimondva, hogy ez is egy a nemzeti történetírásnak egyfajta formája, amit ez a kutatócsoport nagy általánosságban művel. Amifelé a te kérdésed azt mutatott, tehát, hogy lehet-e ezt valahogy máshol is csinálni, ez valószínűleg a legjobb példa erre a Csaba által már említett Nepos Trans projekt, ami Egri Gábor, hát az Európai Kutatási Tanács által támogatott EU-s nagy projektje, ami viszont nem a magyar közönség felé kommunikál. Tehát ugyan abban a kutatásban nagyon sokféle, tehát az úgynevezett transznacionális szempont érvényesül, ahol hangsúlyozottan a sokféle lokalitást, értve ez alatt a sokféle kisebbségi és nemzeti lokalitást és a háború utáni átmenetet megmutató fókusz érvényesül, ami azonban nagy részt angol nyelven lesz majd egy angol tudományos közeg felé kommunikálva. Tehát szerintem itt azért ugye felmerül az a kérdés is, hogy akkor, hogyha Trianonnal kapcsolatosan valami újdonságot a magyar közeg számára szeretne valaki kommunikálni, akkor vajon milyen típusú tartalmakra van igény? És én azt gondolom, hogy ma Magyarországon elsősorban egy nemzeti keretben elmondott esetleges új, vagy újabb, vagy új fejezetekkel bővített történetre van igény. Ezt lehet szeretni, mint történész, ezt lehet nem szeretni, lehet ezt az aktivista módot felvenni, és más módszerek után nyúlni, viszont tény, hogy az sokkal inkább egy, hát ez egy kisebbségi pozíció, a szakmán belül is, a magyar közélet a magyar nyilvánosságban is, amit akkor annak az összes nehézségével fel kell vállalni, és valószínűleg tudva azt, hogy ha úgy tetszik, a társadalmi impact az kisebb lesz, mint hogyha az ember ebben a nemzeti keretben marad. Köszönöm. Még Balázs akart mondani, ezt utána én hozzátenném a sajátomat. Nem, hogy én kritikának is hallottam, amit Réka mondott, de abszolút egyetértek a kritikájával. Tehát, hogy nyilván ez a projekt nagyrészt a nemzeti közönség, tehát a Magyarország lakói felé fordul bizonyos értelemben. Egyrészt azért, mert ennek nyilván azok a hiányok, amik,
amiknek a felszámolására összeesküdtünk, azok magyar hiányok, hogy a nemzeti történetírásban jelennek meg. Most azon túl, hogy én szeretek-e nemzetközi konferenciákra járni, vagy sem, nem szeretek. Azon felül még azért azt is látni kell, hogy miközben Csaba egyébként egy fél mondatban említette, hogy miközben a magyar történetírás azért nagyon-nagyon sokszínű, és kevésbé vannak benne jelen monolit vélemények, tehát hogy mainstream vélemény. Persze van egy-két ember, akinek, vagy két-három ember, akinek a szavára kvázi oda szoktak figyelni, főleg jelenkorban, de nagyon-nagyon sok vélemény él egymással, egymás mellett, vagy nagyon sokféle kutatási ág. Talán emiatt, talán más miatt én azért egy csomószor érzem azt, hogy mit tud, ahogyha szervezünk egy magyarországi eseményt, mondjuk, és egy egységnek veszünk egy magyarországi kutató bevonását bármibe, tehát munka, ráfordításban, meg egyebekben. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy nyugat-európai kutatónál ez 2,5-3, hogy bevonjuk a működésbe. Nem azért, mert ők nem szeretnek Kelet-Európa vagy Közép-Európába jönni, hanem egyszerűen azért, mert nagyon sok dolguk van, ők is le vannak terhelve, nem biztos, hogy értenek hozzá. És mondjuk egy szomszédos országbeli kutató bevonása egy bármilyen projektbe, az mondjuk 6-7 munkaegységet igényel tulajdonképpen az egy. Tehát nyilván nekik is megvannak a nagyon leterhetek, nagyon sokszor, vagy akikkel mi együttműködnénk, azok nagyon leterhetek, nagyon sokszor megvannak a preferenciáik. Én nagyon sokszor érzékeltem azt, hogy bizonyos értelemben tartanak az otthoni visszhangoktól, vagy egyebektől. Félretes nehézség, nem azt akarom mondani, hogy diktatúra van, vagy elnyomják őket, csak esetleg ez nem biztos, hogy jó fényt vett az illetőre. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy hasonló nem esett meg magyar történészek külföldön egyébként, de hogy itt, és van egy munkaerőgazdálkodás gyakorlatilag ebben a munkacsoportban, miközben van egy vagy kutatócsoportban, miközben van egy csodálatosan szép honlapunk, meg Facebook, meg YouTube csatorna. Valójában mi Csabával, akik állásban vannak, kvázi, mi másfelem vagyunk tulajdonképpen. Tehát, hogy nem, egyszerűen nem tudunk mindent megcsinálni, hozzám is jönnek bálandóan e-mailek, hogy mit kéne még megkutatni, meg mivel kéne foglalkozni. Ez tök jó, de van egy kutatási projekt, amire mi a támogatást kaptuk, ezt kell végrehajtanunk. Én nagyon igyekszem nyitva tartani, meg gondolom a kollégáim is igyekszenek nyitva tartani a projektet nagyon sok felé, meg sokféle irányba, de ezt a végtelenségig nyilván nem lehet tágítani. Köszönöm, Csaba! Igen, én csak annyira arra szeretnék visszatérni, hogy tulajdonképpen itt már voltak nagyon jó nemzetközi együttműködések is. Tehát van rá példa a már említett magyar-szlovák úgynevezett közös tankönyv mellett. Két szlovákiai kolléga, Miroslav Mihla és Vörös László egy ilyen nagyon jó projektet állítottak össze 2010-ben, tehát a 90. évfordulóra, egy ilyen magyar-szlovák projektet, aminek egy kiváló kötet lett az eredménye. Pont Trianon emlékezetéről szólt. Egy ilyen nagyon-nagyon jó szociológusok, történészek együtt dolgoztak, és konferencián vettek részt, stb. És tehát vannak sikeres projektek, csak ezek a dolgok, ezek az eredmények még nem biztos, hogy átmentek ezekben a nemzeti fősodrokban. És ezekben a nemzeti mainstreamekben alapvetően én személy szerint abban látom a fő problémát magyar-szlovák, magyar-román viszonylatban, hogy ha úgy vesszük, magyar részről azt mondhatjuk, hogy csehszlovákok úgymond, és a románok túlnyerték magukat az első világháború végén. Ezt az állítást szlovák, de akár cseh is, vagy román történész nem fogja elfogadni, nagyon nehezen fogadja el. Tehát számukra az egy igazságos rendezés volt, többé-kevésbé korrekt határokkal, Magyarország vereséget szenvedett, tehát így járt, ahogy járt, mint egy kikapott fél. És ami másik fontos kérdés, és Trianonhoz nagyon kapcsolódik, az, hogy az a kisebbségi kérdés, a nemzetiségi probléma 18-5, vagy a kisebbségek kérdése. Tulajdonképpen itt az történt, ugye, hogy Trianon után a magyarországi nemzetiségi kérdés áthelyeződött Magyarország határain kívülre. És miközben a magyar történészek alapvetően kritikusan és önkritikusan kutatják már, legalábbis a fősodor, a magyarországi nemzetiségi kérdést, a dualizmus nemzetiségi politikáját, ez a típusú önkritika, ez már jóval kevésbé figyelhető meg Szlovákiában és Romániában. Tehát van egy ilyen aszimetria ezzel kapcsolatban, és pont azért, mert egy ilyen típusú önkritika már Trianon igazságosságának a megkérdelezéséhez vezetne szlovák és a román történeti és köztudatban. Bocsánat, hogy... Igen, bocsánat. Nem, mondjad, Balázs. Nem csak, hogy mondjak egy példát erre, hogy a magyar történettudomány milyen régóta izgatja ez a nemzetiségi kérdés. Most fog lezárulni
reményeink szerint a magyar történettudomány történetének szerintem leghosszabb kiadvány sorozata. 1952-ben kezdte el kiadni az első kötetét Keményi Gábor, Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez, a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon. Ezek ilyen brutális méretű okmányválogatások, fekete borítóval, amíg 1892 és 1918 között nézik át az, hogy milyen iratok születtek a nemzetiségi kérdéssel kapcsolatban, és ez egy eléggé, ahogy Csaba is mondta, önkritikus. A kiadványsorozat még mindig nem zárult le, tehát 70 éve, gyakorlatilag, hogy 68 éve tart, az utolsó kötetnél tartanak a szerkesztők, azt hiszem ez a 8. kötet. Nyilván itt voltak anyagi problémák, meg egyebek is, meg Keményi Gábor, aki az egészet összehozta, meghalt időközben, tehát az ő hagyatékából kezd feldolgozni, de ez számomra eléggé emblematikus arra vonatkozóan, hogy a magyar történettudomány mennyire nézett szembe ezzel a Csaba által is említett nemzetiségi vagy nemzeti kérdéssel. Még akkor is, ha nyilvánvalóan a magának az okmánykiadásnak van egy tengernyi problémája, az, hogy mikor kezdődött el, milyen körülmények között született, mit tettek bele, mit nem tettek bele. Záró kérdés, ugye az egész beszélgetés azzal kezdtük el, hogy mik lettek a vakfoltjai a magyar társadalomnak Trianonnal kapcsolatosan, ugye erről szólt részben, igen, részben az a kutatás, amit megrendeltetek, és amiről ennek az eredményéről beszéltünk. Ugye ismeretlen Trianon, így szól Balázs legújabb kötete, ami most jelent meg a héten. Én az íróboltjában szereztem be, ott még vannak belőle példányok, úgyhogy biztosan be lehet szerezni, de valószínűleg más boltokban is kapható. Úgyhogy záró kérdésként azt tenném föl nektek, hogy szerintetek mi a legsúlyosabb vakfolt ismeretlenség Trianonnal kapcsolatosan, amit jól lenne tudatosítani magunkban, és ha most nézek minket a nézőink, akkor esetlegesen eloszthatnátok az ezzel kapcsolatos homályt az ő elméjükben, csak úgy, mint az enyémben is. Úgyhogy arra kérlek benneteket, hogy egy zárásként, egy ilyen zárókör keretében nevezetek meg egy-egy ilyen vakfoltot, és mondjátok, hogy szerintetek miért fontos, miért volna fontos az, hogy erről elmélyültebb ismeretei legyenek a magyar társadalomnak. És akkor haladjunk Balástól Csaba felé. Hát ugye itt ketté kell választani a dolgot, bár ezt tudom, hogy nem népszerű, egyrészt az, hogy mi érdekel engem, vagy mit tartok én fontosnak, és mi az, ami vakfoltnak számít mondjuk a nagy közönség számára. Tehát én ezt a könyvet is bizonyos értem, hogy én ismeretterjesztő szándékkal írtam, hogy az előző Trianon legendák című könyvet is ebbe a témába, tehát hogy nagy közönség is megismeri, és ezt az olvasó közönség visszaigazolta. Ami személyesen azt gondolom, hogy engem is érdekel, és talán a nagy közönséget is érdekli. Mert itt van számos is olyan az egyháztörténeti vonatkozások, vagy akár a műtárgyak elosztása körüli vonatkozások, azok lehet, hogy nem mozgatnak meg olyan nagyon sok embert, bár szerintem érdekesek. Az elkövetkezendő időben én azt látom magam előtt egy nagyon fontos kutatási témának, hogy az erdélyi kép, egyáltalán a menekültek képe, és maga az erdélyi kép hogyan konstruálódik meg Magyarországon. Tehát itt van, tehát az, nem gondolunk bele, de az, hogy ma ugye a kopjafa, vagy a 301-es parcellában kopjafák vannak, az, hogy egy csomó településünkön rovásírásos helységnévtáblák vannak kint, vagy hogy a Székely himnusz most már gyakorlatilag átvette a szózat szerepét a hivatalos vagy egyházi ünnepségeken, az nem önmagából jött, nem úgy a semmiből jött, ezt az első világháborút követő, meg Trianon követő menekült hullám hozta magával. Kik voltak azok az emberek, akik ezt megalkották, kik voltak azok, melyek voltak azok az egyesületek, hálózatok, hogyan vészelte ez át az államszocializmus évtizedeit, szerintem egy hallatlanul érdekes téma, és hogyan bukkant újra fel 1990 után, miközben végig jelen volt. Tehát azt gondolom, hogy a 20. század magyar történelmében az értelmiségi, vagy egyáltalán a szellemi folyamatosságok bizonyos értelemben sokkal érdekesebbek, mint a megszakítottságok. Köszönöm szépen, Réka. Én talán a nemzeti közömbösség fogalmát említeném, ami egy olyan irányzat, ami alapvetően tehát azzal foglalkozik, hogy akkor, amikor nem az általunk elképzelt nemzeti affiliáció a legfontosabb valakinek az identitásában, tehát például egy birodalmi keretben, úgy ezt a problémakört megvizsgálni a történeti Magyarország felbomlás előtti és közvetlenül felbomlás utáni időszakában. Ugyanis ma, amikor arról beszélünk, hogy milyen nemzeti sérelem érte azokat a magyar kisebbségeket, amelyek egyik pillanatról a másikra az új születő országok területére kerültek, Magyarország szomszédos országai területére, hogy ők tulajdonképpen milyen típusú identitásválságként, vagy az identitásukat ért erőszakként élhették meg magát az elszakítottságot. És amíg valóban már nagyon sokat foglalkoztunk azzal, hogy a nemzeti típusú sérelem
az hogyan esett meg, azzal még nem foglalkoztunk, hogy vajon a nemzeti közömbösség az mennyire volt jelen ezekben a közösségekben, és akkor vajon melyik volt a legfontosabb típusú identifikáció. Köszönöm szépen. Csaba. Szerintem nagyon érdekes lenne összehasonlítani a 18 előtti román, délszláv, irredenta mozgalmakat, és a 18-20 utáni magyar revizionista irredenta mozgalmakat és diskurzusokat. Tehát rengeteg a hasonlóság, rengeteg a különbség, és szerintem érdekes ilyen összehasonlító kutatás lehetne belőle, pláne, hogy látjuk, hogy nagyon sok panel, nagyon sok klisé az ismétlődik, és egymástól tanulják el, vagy ugyanazok a helyzetek eredményezik ezt. Köszönöm szépen. Jó, hát ennyi időnk volt most, jó munkát kívánok nektek, és biztos vagyok benne, hogy vissza fogunk majd hívni benneteket legkésőbb egy év múlva a 101. évforduló kapcsán, de addig is lesznek esetleg olyan részeredmények, amelyekről be tudtok számolni, akkor szeretettel várunk benneteket. Köszönöm szépen a részvételeteket a műsorban, köszönöm szépen Ablonci Balázsnak, Krizmanics Rékának és Zahorán Csabának. Szervusztok, minden jót! Köszönjük szépen! Ez volt a Trianon 100 sorozatunk második adása. Holnap az évforduló, ugye 100. évforduló alkalmából. Egyrészt reggel publikáljuk majd azt a teljes másfél órás interjút, amit 3 évvel ezelőtt készítettem Bayer Zsolttal az akkori Trianon filmünkhöz. Ugye ez a film, ez egy 4 részes filmsorozat volt, a részei ma is elérhetőek itt a YouTube csatornánkon, de azt gondoltuk, hogy ez az interjú, ez önmagában is talán tartott akkora érdeklődésre számot, hogy érdemes megmutatni. Nagyon eltérő lesz azt gondolom az a kép, ami ott Bayer Zsoltról kirajzolódik, mint amit egyébként ő maga valamiért szeret közvetíteni saját magáról a magyar nyilvánosságban. Este pedig érkeznek hozzánk a már említett Egri Gábor, illetve Ignác Károly, szintén történészek, akik egy másik kutatócsoportnak a tagjai, velük alapvetően a monarchia szétbomlásáról, illetve az utódállamokban kisebbségi létbe kényszerült magyaroknak a kihívásairól, szorongatott életkörülményeiről és egyéb problémáiról fogunk majd beszélgetni. Pénteken érkezik meg a társalgó, szombaton pedig kivételesen nem a hétvitájával várunk majd benneteket, hanem az amerikai helyzetre való reakcióként egy olyan műsort szervezünk, amelyben megpróbáljuk kellő alapossággal bemutatni azt, hogy pontosan mik is azok a társadalmi konfliktusok, amelyek most ezeket az erőszakos jeleneteket eredményezik Amerika több városának az utcáján is. Vasárnap érkezik a Partizán könyvklubja, tovább folytatjuk David Foster Wallace Végtelen tréfa című kötetének az olvasását, vendégünk lesz továbbra is a kötet egyik fordítója, Sipos Balázs. Ha bármilyen kérdése részleted van az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor itt egy komment formájában tedd fel a videó alatt. Mindenképpen iratkozz fel a csatornára, kövess minket Facebookon, vagy csatlakozz be a Facebook csoportunkba, a Partizán társalgóba, ahol minden nap lehetőség van az éppen aktuális adással kapcsolatban vitát folytatnia a csoport tagjainak. Ha van lehetőséget, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a Patreon oldalunkon keresztül, ennek a linkje szintén megtalálható itt a leírásban. Munkatársai nevében köszönöm szépen a figyelmedet, holnap este 6 órakor találkozunk. Minden jót, addig is, ciao.